2000 lelket számlál a szerémségi maradék, ahol a lakosság egynegyede magyarnak vallja magát. Évtizedekkel ezelőtt ez a szám sokkal magasabb volt, de 1978 után a magyar iskola bezárását követően a faluból szinte eltűnt a magyar nyelv. 3 évvel ezelőtt azonban új református lelkipásztor érkezett a faluba, aki összetartva a közösséget, talpra állította az elveszett kincset. A kitartó munkának és a támogatásoknak köszönhetően 1 évvel ezelőtt megnyitották a magyar óvodát, ahova 8, 3 és 5 év közötti gyermek jár. Ez egy Isten áldás a maradékra, meg a szerénységre, még jobb volna, hogyha menné több gyerek is volna. Az óvodában hétköznaponként napi 4 órás foglalkozást tartanak. Az óvónő nagy változást tapasztal a gyerekeken, hiszen 1 év alatt az alapszavakat sikerült elsajátítaniuk. Beszédművelésre fektetem a hangsúlyt, főleg verseket, mondókákat, kiszámolókat tanulunk, hát ugye, hogy ismételjék a magyar szavakat, a magyar mondatokat. Az általános iskolában 191 gyerek tanul, ebből 73-an külön anyanyelv ápolási órákra is járnak. Lehetőség van arra is, hogy naponta a Magyar Nemzeti Tanács iskolabuszával járjanak a gyerekek Újvidékre, a magyar tagozatra. Csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Akkor megadódott ez a lehetőség, hogy Újvidékre lehet iskolabusz szervezni, akkor hát rögtön beírattuk magyar iskolában. Hunor fontosnak tartja az anyanyelvén való tanulást, nem sajnálja az időt az utazásra. Itt a maradékon csak szerbül tanulnak, és akkor az anyukám is azt gondolta, hogy miért is járnék szerbre, ha anyanyelvem a magyar. És akkor azt gondoltuk, hogy átmegyek egy másik iskolába. És akkor azért most megyek magyar iskolára. A közösség összetartó erejét Halász Dániel református lelkész jelenti, akinek közbenjárásával sikerült új alapokra helyezni a magyar nyelv használatát és a nemzet megmaradását a faluban. Ezt szeretnénk visszafordítani, mivel nagyon sokan vegyes házasságból vannak. Gyerekek, te például az óvodában is 90% a gyerekeknek vegyes házasságból van. És ezt csak úgy lehet visszafordítani, hogyha a magyar nyelvet megtanulják és elsajátítják, amit nagyon sokszor még a családi környezetben sem kapnak meg a gyerekek. Az anyanyelvápolásban és a magyarság megmaradásában sokat segít a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület is, de ugyanolyan fontos lenne egy magyar könyvtár üzemeltetése is. A református plébánia parlásterében már folynak a munkálatok ennek kialakítására. Szóval mindig szükség lenne rá, most is szükség lenne már rá.